Somogyi Károly életéről, hagyatékáról és napjainkban is aktuális üzeneteiről tartottak ma előadást a könyvtári hét alkalmából. A Katona József könyvtárban kincsestár örökség tudástár címmel tartotta meg nyilvános összejövetelét a Nyugdíjas Könyvbarátok klubja. A Szegedi Somogyi Károly könyvtár alapítójának hagyatékáról a könyvtár egykori igazgatója Szőke Falvin Nagy beszélt a közönségnek. Somogyi Károly hagyatékát művein és azok mellé hagyott kommentárjaink keresztül igyekezett bemutatni. Így bontakozhatott ki mindenki előtt Somogyi Károly Esztergomi Kanonok, könyvtár alapító, az MTA alapító tagja, egykori alakja. Az előadás végén a közönség saját kérdéseit is feltehette az előadónak.